Szalka virágcsenge, Ribizli a világ végén című népmeséket tartalmazó kiadványa 2020-ban az év gyerekkönyve díjat nyerte el. A Novak Vila a Magyarországi Ukrán Fiatalok és Családok Egyesülete kezdeményezésére elkészült Szalka virágcsenge kötetének ukrán változata is. A 8 mesét Darina Lázárjeva Magyarországon élő ukrán nyelvész fordította. A kiadvány illusztrációi Viktória Romanova Magyarországon élő ukrán festőművész nevéhez fűződnek. Liliana Grexa, a Novak Vila Egyesület elnöke elmondta, a könyv eredetileg a Magyarországon élő ukrán nemzetiségű gyermekek számára készült, de Oroszország Ukrajna elleni háborúja módosította az eredeti elképzelést. 2022. februárjában viszont sajnos elkezdődött Ukrajnában a háború, és ezt követően nagyon sok menekült család érkezett Magyarországra. Ekkor keresett meg engem az Országos Széchenyi Könyvtár főigazgatója, Rózsa Dávid, azzal az ötlettel, hogy adjunk a Magyarországra menekült ukrán családoknak mesekönyvet, és ők ugye a mi könyvünket választották, javasolták, és én nagyon-nagyon meghatódva és örömmel fogadtam ezt a javaslatot, és nagy örömömre az eredeti könyvet kiadó Móra kiadó is mellénk állt, valamint a Petőfi Kulturális Ügynökség is, és ezáltal egy bővített kiadást tudunk kiadni, amelynek jövő héten lesz a bemutatója az Országos Széchenyi Könyvtárban, és ezt követően pedig tehát 1500 Magyarországra érkezett ukrán menekült családba jut majd el a Ribizli a világ végén című kötetből fordított 8 meséből készült gyönyörű mesekönyv. Az első kiadásnak a finanszírozói támogatói az a magyar kormány mellett a Békéscsaba megyei jogú város ukrán önkormányzata, valamint Erzsébetváros ukrán nemzetiségi önkormányzata volt, és természetesen ugye az egyesületünk, a Novak Vila Egyesület is támogatta nem csak erőforrásra, hanem anyagilag a kiadást. A második kiadást pedig ugye a Petőfi Kulturális Ügynökség támogatja, valamint az Alföldi Nyomda is hozzájárult a kiadáshoz, és természetesen az Országos Széchenyi Könyvtár, a Móra Kiadó és a Novak Vila is minden erejét beletette abba, hogy egy gyönyörű minőségi könyvet tudjunk átadni a menekült gyermekeknek.